Vendégem pedig Gaudi Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédőszolgálat ügyvivője és Budaházi György. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a stúdióban. Jó estét. És hát örülök, hogy itt van a stúdióban. Örülök, hogy itt van a stúdióban. Mire gondolt, mi jutott eszébe, amikor megtudta azt, hogy mégis kiengedik? Hiszen nagyon-nagyon hosszú jogi harc előzte ezt meg. Hát az meglepetés volt, hogy tegnap történt, mert arra nem számítottam, de azért számítottam rá titkon, hogy valami lesz. Tehát bíztam benne, főleg azután, hogy a köztársaság elnök asszony tavaly már 7 vádlottársunknak kegyelmet adott. Azt gondoltuk, hogy a jogerősítélet után azért valami velünk kapcsolatban is csak történik, de hogy konkrétan, hogy mi lesz, azt nem tudtam. Hát nyilván az öröm a legnagyobb ebben. Most az a két érzés van bennem, hogy öröm és hála. Tehát hálás vagyok ezért a döntésért, és így meg is ragadom ezt az alkalmat is, hogy megköszönjem a döntéshozóknak, akik ebben részt vettek. Mert nyilván ez egy komoly döntéshozóteli folyamat eredménye, hogy minket kiengedtek, és legalább szabad emberek lehetünk újra. És ez a döntéshozatal hogy folyt, hiszen beszélgettünk korábban sokszor ebben a stúdióban ennek a jogi hátteréről és arról, hogy ez milyen háttérmunka volt. Ön mire gondolt, mikor fogalmazódott, vagy mikor lett biztossá, hogy akkor azért, amiért küzdöttek sok-sok éven keresztül, valóságá válik? Hát azt lehet mondani, hogy nyilván a háttérmunkának van olyan része, amiről az ember nyilván nem is teheti meg, hogy nyilatkozzon, de amiről tudunk nyilatkozni az, hogy amellett, hogy nekem is a köszönetnyilvánítás az első, minden nemzeti jogvédőszolgálatos kollégánk nevében is többen ugye védelmet láttak el az ügyben, és hát rengeteg egész ország mozdult meg szinte ebben a támogatás kiállásban, kegyelem ügyében. Igen, az tulajdonképpen egy pár hete azért úgy lehetett már erősen, hogy mondjam, sejteni bizonyos jelekből, hogy ez elég biztos lehet. Az, hogy milyen mértékű tartalmú jellegű, az egy kicsit meglepetés volt, de hát nyilván ezt úgy kell megközelíteni, hogy a szabadság végül is visszakerült, tehát megszabadultak, ugye most ők 6-an, Budázi György és 5 ugye jogerősen elítélt társa, ugye a 4-en, akik meg még nem jogerős elítéltnek minősülnek, az ő esetükben is úgy gondolom, ez előrevetíti ez a mostani döntés a számukra is a megszabadulást, és a korábban már 7-en ugye eljárási kegyelmet kaptak, tehát egy következetes, nagyon bátor és nagyon tisztességes döntésnek látom ezt a döntést jellegében, tartalmában. Nyilván egy kényes téma volt, kétség kívül nem volt egy könnyű ügy, de idézek gyorsan most közben, az ítélet itt van a kezemben, a jogerős ítélet, és azért ott többek között olyat is leír a bíró, hogy a cselekmények konkrét társamra való veszélyessége nem kirívó, ugye életben nem esett kár, vagyoni kár nem jelentős, és a cselekmények elbírálásakor már nem érzékelhető a társadalomra gyakorolt hatása, hiszen 14 év eltelt. És bizony ez a másodfok ezt kimondta, de hát ezt összehozta az igazságszolgáltatás, ugye itt a nyomozóhatóság, vádhatóság is, hát ugye ezzel mondta Gulyás Gergely miniszter úr, hogy leszerepelt az igazságszolgáltatás, ezeket a politikának közbelépni, korrigálni ezt a egészen döbbenetes kisiklását. Ugyan azt mondta, hogy szívében 14 év elteltével sincsen dühhelyet, hála és jó érzés tölti el. A történelemben sosem a hazafias cselekedet miatt ítéltek el hazafiakat, így volt az 56 után is, és ugye, hogy mennyi ideig kellett a rehabilitációra várni. Azért ez a 14 év akkor is rengeteg idő, főleg, hogy nagyon sok mélypont lehetett benne. Hát ez különösen az volt benne a rossz, hogy 4-szer vittek be a börtönbe egy és ugyanazon ügy miatt. Most túl azon, hogy mennyire igazságtalannak és igaztalannak érzem az egészet, és mai napig azt gondolom, hogy a bíróság sajnos igazságot abban a tekintetben, hogy jogszerűen, korrektül elbíráljon az ügyet, nem szolgáltatott nekem, mert én továbbra is azt mondom, hogy ezek nincsenek ránk bizonyítva, ezek a vádpontok, de most ezt tegyük félre, ezt a kérdést, de az, hogy 4-szer beviszik az embert, aztán kijön házüzetbe, lakhelyistudom, szabadlám, megint be, tizenvalányszor szétzilálták a családi életünket. Persze egy Wittner Mária, ő tudja, hogy mi az igazi szenvedés, mert akkor sokkal durvább volt, az biztos. De a mai korban azért én is megletem a húrcov elég rendesen, tehát a kor szintjén. És még egy másik vádlott volt velem kb. Ennyit azonos időt bent, és akkor még vannak, akik ilyen 1-1,5 évet, és hát vannak, akik szerencsésebben csak mondjuk felett.
de hát halálozatban azok is sokat voltak, szóval tortúra volt. Igen, hogyha visszamegyünk az időben, ugye 2002-ben volt az Erzsébet téri blokád, vagy Erzsébet hídi blokád, és ugye 2006-ban pedig, amikor a Gyurcsányféle összödi hazugságbeszéd nyilvánosságra került, ugye akkor megindultak ezek a zavargások. Igazándiból nem sikerült azóta sem tisztázni, hogy ezt mozgatta el valaki a háttérből, és hogyha igen, mi történt? Önt mivel gyanúsították, hiszen elképesztő hosszú ideig húzódott a per, és egyre több vádpontot hoztak fel ön ellen. Hát a per alatt már új vádpontokat nem hoztak, hanem a nyomozás során dobálták ránk. Hát ez, én ezt úgy gondolom, hogy ugye 2006-ban volt a hatalom egy terrort hajtott végre a társadalom ellen, nem is, ez is maradt fönn a köztudatban, hogy rendőr terror. Nem az maradt fönn, hogy ellenállói terror, vagy forradalmi terror, hanem a rendőr terror. A rendőr terrornak nem lett következménye azoknak a szempontjából, akik elkövették, meg akik a felelősei voltak. Így aztán a társadalomban nyilván voltak olyan emberek, akik a tiltakozás, az utcai mondjuk tüntetéseken túllépve, esetleg valóban jogellenes cselekedeteket is megkockáztattak, és Molotov koktélt dobtak MSZP irodákba, nem egybe, nem kettőbe, MSZP képviselők udvarára, stb. És ez ilyen cselekményeknek egy részét, mert nem mindet, egy csokorba fogva várták a nyakunkba, úgy, ahogy ön is elmondta, így fokozatosan jöttek az újabb vádpontok, és hát ezek ilyen rongálásos cselekmények, amit rongálás elkövetett terrorcselekményi, nevezett ki az ügyészség, akkor aztán később a bíróság hol így módosította, hol úgy, szóval kiszámíthatatlan volt az egész rendszer, nem tudtuk, hogy az első fokú ítéletet, hogy a katalin kijelzi a másodfok, akkor azt gondoltuk, hogy az irányadó lesz, amit a másodfokottak kimondott, mert azért instrukciókat is adott, erre az új első fok semmibe veszi azt a másodfokú döntést, ami ugye visszaküldte oda az ítélet egy új eljárásra. Utána megint jön egy másik bíróság, ami megint más, hogy ítél meg. Szóval egyszerűen Magyarországon nekem az lett a tapasztalat, hogy is lett az igazságszolgáltatáson kiigazodni. Tehát mihez se a jogot nem tartják be, se az igazsághoz nem igazodnak, hanem ilyen önkényes a rendszer. Ha szerencsém, ha jó bíróhoz kerülök, akkor jól alakul az ügy, ha nem, akkor úgy alakul, mint nekünk alakult, ugye, tavaly 22. márciusában. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg ezt a politika már csak azért is beavatkozott, hogy véget vessen ennek a kanusszajárásnak, és ezt nagyon is köszönöm, és én azt úgy gondolom, hogy ez helyes cselekedet volt ilyen szempontból. Ügyvédként már nehéz ugye eligazodni a jog útvesztőiben, amikor, ahogy Budaházi úr is említette, hogy hol ilyen ítéletet hoznak, hol olyan ítéletet hoznak. Az ügyészség mond egy dolgot, a bíróság mond egy másik dolgot, a nyomozó vagy rendőrhatóság mond egy harmadik dolgot. Egy ügyvéd hogyan tud ehhez alkalmazkodni? Hát ez egyébként az adottsága minden büntető és polgári vitának, hogy mindegyik szereplő mást mond, ugye? Tehát a bíró van középen, akinek mindezt szintetizálnia kell, egy lefolytatott tisztességes, törvényes eljárás után a bizonyítékokat mérlegelje, és nyilván különösen kiugró ebben az ügyben, hogy maga a nyomozati szakban olyan számtalan tényleg cselekmény, kétes törvénysértő cselekmény, bizonyítékbeszerzés, kényszervallatás, ugye két, hát én magam is tanú voltam az ügyben, én ugye ebben az ügyben nem, én látom ezt Szikinger István kolléga, ugye védte Budázi Györgyöt, de tanúja voltam annak, hogy az egyik társ, úgymond elkövető társnak mondott személy olyan mértékű fenyegetést és olyan mértékű kényszert alá helyezték előzetes letartóztatás alatt 2009-ben, tehát az a Gyurcsány rendszer idején, még a Gyurcsány miniszterelnök volt, amikor gyakorlatilag ezt kiszedték így belőle, hogy lényegében vissza akarta vonni a vallomását. Az egyik másik hasonlótás vissza is vonta, ez a személy viszont kért tőlünk védelmet, én ezt képviselőként keresett meg annak idején, és döbbenetes volt személy, és a gyerekeinek elvételével fenyegetőztek, hogy 8 évigben fog rohadni, stb. Tehát olyan módszerek ezek, amik hát sajnos illeszkednek ez a bizonyos állami terror logikájához. Hát jogvédőként mi ezt abszolút bizonyítva látjuk, meg hát cselekedeteink, a szervezetünk is 2004 óta folyamatosan több száz ilyen meghurcolt ember ügyében járt el, és ez bizonyított tény, hogy 2002 és 10 között egy lényegében szisztematikus rendszer szinten sértették meg állami szervek a legalapvetőbb jogokat, de alkotmányos jogokat, és ugye a büntető eljárások is önkényesek voltak, koncepciósak voltak. Hát Budázi ugye a legjobb példára, hiszen nála indultak ugye a 2002-es ugye hídlezárás miatt mondjuk először egy szabálysértési ügy, akkor abból csináltak egy büntetőügyet, majd mindig próbáltak valamit, hát már nem is tudom, a listát próbáljuk szokszor itt összeadogatni, szerintem 20-10-valahány eljárásról van szó, amiből végül is alig-alig tudtak egyáltalán fogást találni. A legtöbb ügyben végül győztesen jött ki, volt állam elleni bűncselekményt is kitaláltak, közzétett írásaival kapcsolatban. És miért nincsenek soha
következménye, hogy mondjuk akár az ügyészség, akár a bíróság ezt a koncepciós eljárást folytatja le? Miért nincsen az, hogy ennek soha semmilyen következménye nincsen, amit mondjuk a nagy közönség vagy a közvélemény is megismerhet, hogy mondjuk az ügyészeket, a bírókat vagy bárkit úgymond elővesznek, vagy felelősségre vonnak azért, mert mondjuk meghurcolnak nem egy, nem két ember. Hát ezek állam az államban, azért nincs következménye. Én így látom egyszerű meghurcolt állampolgárként, és van következménye egyébként, mert az a következménye, hogy az a bíró, aki ellenünk ezt a 22. márciusi ítéletet hozta, az felbukott a fővárosi ítéletáblára egy ilyen magasabb szintre. Ez a következménye, ami egy szomorú következmény, és azon a bíróságon lett bíró, ahol a másodfokuntat tárgyalták, és hiába kértük, hogy zárják ki ezt a bíróságot, mert ugyan nem ő tárgyalja, mert hát nyilván ezt már nem lehet megcsinálni, hát mégiscsak kollégája tárgyalja, hát ez egy ilyen ügyben, ami ráadásul ilyen társadalmilag is frekventált ügy, lehet, hogy nem szerencsés. Az elfogultsághoz felvetődhetne, hát nem zárták ki ezt a bíróságot. Most ilyen szempontból az a másodfokú ítélet nem is volt jó ítélet, mert az igazságosság szempontjából, a jogszerűség szempontjából ezekkel nem foglalkozott, viszont abból a szempontból egy korrekt dolog volt, hogy a büntetési tételt annyira levitte, hogy ez már úgy megágyazott úgymond a további folyamatok. Ki is mondta például a másodfokú ítélet hirdetéskor a bíróság tanácselnöke, hogy gyakorlatilag nem, tényleg, ahogy le is írták, nem társamra veszélyesek, már ugye ezek a személyek nem is voltak azok igazából, és lényegében a társam hasznos tagjai, akik most végül is visszatérhetnek soraikba. Éppen visszatérve a következményekre, tehát van erre mechanizmus, egyébként a bíróknak is van fegyelmi felelőssége, sőt büntetőgi felelőssége, de ugyan ügyészekre is igaz. Az. Egy példa még, hogy egy civil bejelentő például az első fokon eljárt Ignác György bíró személyére vonatkozóan egy nagyon sok terhelő tényt összefoglaló, jogilag indokolt fegyelmi eljárás kezdeményezést indított, vagy kezdeményezett, amit gyakorlatilag érdemvizsgálat nélkül is söpört a bíróság elnöke. Tehát ez kétségkívül nagyon nehézé tette ennek az ügynek a végvitelét. Az ilyenek a közéleti szereplők ellen politikailag motivált eljárásoknak mindig megfigyelhető ez a jellege, hogy konstruált eszközökkel dolgoznak, a hatalom fenntartása érdekében. 2006-os rendőrterrornak is ez volt a lényege és célzata, hogy gyakorlatilag megőrizzék a hatalmat ilyen meg nem engedhető eszközökkel, befolyásolva az igazságügyet, ugye, nyomozásokat, eljárásokat, és megpróbálva kiiktatni ugye, az ellenfeleket politikai eszközökkel. Hát Budaházy György gyakorlatilag az akkori nemzeti ellenállás. Ilyen politikai ellenfél volt Budaházy György, hogy tehát eleve a 17 év fegyház, de főleg ez az elképesztő hosszú idő, az a másfél évtized, amíg nem sikerült jogerős döntést hozni, azért ez előrevetíti azt, hogy komoly hiányosságok vagy problémák vannak az igazságszolgáltatás működésében vagy gépezetében, nem? Így van, de hát ugye, ahogy mondtam is, a nemzeti ellenállás akkor azért több síkon zajlott, és hát ott azért nagyon erőteljes személyiségek voltak, többek között Gyuri is ilyen volt, és egyszerűen nyilván hatalom megpróbált azért célkeresztbe venni olyanokat, akik úgymond meghatározták. 45 után is ezt csinálták a kommunisták, ugyanez a forgatókönyv volt, hogy ott is levadázták. És hát ugye ott sem hazafias ellenállásért ítélték el az embereket, hanem mindig más jogcímen, tehát ilyen erre utalt az, amit idézett a cikkből, amit ugye én nyilatkoztam, hogy a régi hazafiak sem azért kerültek, se 1848-49 után, se 56 után börtönbe, mert hazafias ellenállók voltak, bár azok voltak, hanem valamilyen más köztörvényes típusú bűncselekményt, vagy ilyen címkét, mit tudom én, hogy felségárulás, az hasonló, mondjuk most terrorista, ilyeneket akasztanak a nyakukba, és majd a jövő talán egyszer majd ezt is rehabilitálja, hogy azért ez, mert szerintem ez még a hatályos jog szerint se volt erről cselekmény, ezek akárki is követtel őket, de hát most egyelőre ezen nem vitázzunk, örüljünk annak, hogy kim vagyunk. A DK közben azt mondta, hogy ha Orbán Viktor megbukik, akkor önt visszaküldik a börtönbe. Erről mit gondol? Hát azt gondolom, hogy ez tipikus példa ennek, amikor valaki a vágyait a realitásokkal összekeveri, nem fognak hatalomra kerülni, én azt gondolom. És az a helyzet, hogy nekik kellene börtönbe lenni, tehát ha valami kritikájuk van Orbán Viktorral szemben, akkor ez lenne a kritika, hogy miért nem került még börtönbe Gyurcsány Ferenc, meg a rendőrségnek azok a tagjai, akik ott terrort elkövették, úgyhogy nagyon túlmenően nem kell minősíteni ezt a minősíthetetlen színvonalat. Én legfeljebb egymondóban is reagálnék, hogy azért ez döbbenetesen bemutatja, hogy milyen a jogállamhoz való viszonya a Gyurcsányéknak és a baloldalnak. Tehát ők pontosan, ez a mondat egy tökéletes bizonyíték annak, hogy ők így viszonyulnak. Kegyelemben részesített személyekről van szó. Fel sem merülhet, hogy a politikai hatalomváltásnál a kormány ezt a döntést fölül tudja írni. Hát azért ezt sokszor végighallgattuk már ezzel a börtönnel való fenyegetés, vagyon elkobzás. Azért a 22-es választások előtt rengeteg ilyen kijelentés elhangzott.
különösebb következmény, vagy visszhang nélkül. Ők ilyenek. Tehát ez a lényeg. Nekik mindegy, hogy elkövettünk-e valamit, vagy nem, hát erről szólt a műgyünk is. Az a lényeg, hogy ők be akartak csukni, mert példát kell statuálni, és ez a legnagyobb hangadó volt. Megoldanák ezt egyébként Orbán Viktorékkal is, ha lenne rá eszközük, vagy lehetőségük, de nagy valószínűséggel nem lesz. Isten őriz, hogy igen, valóban katasztrófa lenne. Még egy gyors utolsó kérdés, mihez kezd most a szabadsága? Mi lesz a legfontosabb dolog az életében? Hát most először a családom, hogy végre újra otthon lehetek velük. Hát nyilván rengeteg minden teendőm, ami félbeszakadt újra, meg egyébként ugye otthon voltam októbertől, most márciusig házőrizetben, de akkor folyamatosan kellett felkészülni, ugye a fellebbezést írni, meg mit tudom én, nem sok időm volt másra, úgyhogy alapvetően először szeretném utolérni magamat ezekbe a dolgokba, aztán nyilván elvállok ilyen típusú meghívásokat is mindig, hogyha valahol nyilván lesznek, akik szeretnének meghívni egy estre vagy valamire, előadásra, akármire, nyilván ezeket is elfogom. A közéletben nem akarom magam törölni, bár a közügyektől eltiltás az most megmarad, de az nem jelenti, hogy nem lehet a közéletben szerepelni, csak nem lehet mondjuk szavazni, meg nem vagyok választható addig. Ezen túlmenően most még nem tervezek így messzire, majd most fogom majd átgondolni a dolgokat. Budaházi György, Gaudi Nagy Tamás, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt voltak a stúdióban. Köszönjük a lehetőséget. Mi is köszönjük.